Subway, KFC, Burger King, gyorsétteremláncok, de meg ne feledkezzünk a személyes kedvencemről, a McDonald'sról. Rengetegen szidják a gyorsétteremláncokat, különösen a Mac-it. Sokan mondják, hogy szemetet árulnak, hogy egészségtelen műanyag és csak az ízfokozók miatt van akármilyen íze. Amikor újságíróként dolgoztam, még egy cikket is írtam, hogy állítólag így néz ki McDonald's-os húspogácsa, mielőtt az asztalunkra kerül. Ettől függetlenül én mégis imádom. Volt idő, amikor minden héten ide jártam, és mindig egyfajta dolgot eszek, a legjobb szendvicset az összes közül, a sajtburger fresh-t. Valamelyik nap elugrottam az oktogoni McDonald'sba, hogy rendeljem a szokásosat, egy sajt fresh menüt, de kellemetlen meglepetés ért az étteremben. Hello! Egy sajtburger fresh menüt kérek. Nem ártok a simát fresh-t. Megszűnt, ez ilyen próba. És mit próbálnak? Azt, hogy mennyire keresik. Azt mondták, hogy most kipróbálják, milyen az, ha nincs. Egyelőre csak ebben az étteremben, de lehet, hogy hamarosan megszűnik a többi helyen is. Nagyon felidegesített a gondolat, hogy elvehetik tőlem a kedvenc burgerem, így nem hagyhattam szó nélkül. Kedves McDonald's! Szomorúan hallom, hogy elgondolkodtak azon, hogy kivonják a sajtburger fresh-t a forgalomból. Nagyon szépen megköszönném, ha nem tennék, ugyanis ez a kedvenc szendvicsem, és más nem is vagyok hajlandó megenni. Ha nem lesz elérhető a sajtfresh a továbbiakban, kénytelen leszek új kedvenc gyorsétteremlánc után nézni. Kérem, ne csináljanak hülyeséget, hagyják csak szépen békén a sajtburger fresh-t, és maradjon továbbra is az étlapon. Tisztelettel, Galcsik Győző. Utóirat, a Clubhouse viszont nagyon király, de azért na!